A KSH időről időre közzé szokta adni az úgynevezett átlagfizetésekről szóló statisztikáit. Most legutóbb ez bruttó 645 ezer forintról szólt, és Comba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár úgy fellelkesült ezen, hogy azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest a magyar dolgozók fizetése 77 ezer forinttal növekedett. Na most kérdezem én, hogy kinek növekedett 77 ezer forinttal a fizetése? Ezzel kapcsolatban több dolgot le kell szögezni. Nyilván a KSH statisztikáit egy szűk, de jól kereső réteg húzza fel, de miféle átlagfizetés az, ahol mondjuk a dolgozók 80-90%-a nem keresi meg az úgynevezett átlagfizetést, tehát teljesen világos, hogy ez csupán egy matematikai tény. Most nyilván ezen van, aki nevet, van, aki bosszankodik, de ennél van egy sokkal nagyobb probléma is, például az, hogy a kormány, jelen esetben Comba Sándor, ezekre a szemfényvesztő adatokra hivatkozik, és ezekkel támasztja alá nézeteit, hogy itt a magyar munkavállalók jól keresnek. A valóság ezzel szemben az, hogy nem keresnek jól a magyar dolgozók, átlagbérek tekintetében ma már csak Bulgáriával versenyzünk, és a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, tehát azt szeretnénk, hogyha véget vetnénk ennek a gyakorlatnak, hogy a KSH szemfényvesztő a valóságtól egyébként elrugaszkodott statisztikáira hivatkoznánk, és ezzel takarózna a kormány, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Mert például itt van egy másik felmérés, amit szintén az elmúlt héten készítettek, amelyből az derül ki, hogy a magyarok közül 2,5-3 millióan szegénynek tekinthetők. Olyan dolgok derülnek ki ebből a felmérésből, hogy a megkérdezettek 39%-a azt mondta, hogy egy nem várt 100 ezer forintos kiadás komoly nehézséget okozna nekik, de talán még ki tudnák szorítani. De további 32% úgy nyilatkozott, hogy nem tudná sehogy sem megoldani, hogyha egy nem várt 100 ezer forintos fizetéssel állna szembe. Tehát a valóság sokkal inkább ez, és nem a KSH szemfényvesztő statisztikái. Úgyhogy még egyszer mondom, a Mi Hazánk azt szorgalmazza, hogy egy nyílt és egyenes szembenézés legyen a valósággal, és felejtsük el ezeket a KSH statisztikákat, mert semmi köze a valósághoz.